Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő bemutatómhoz, amelyben elhoztam számotokra ezt a karácsony, ezt a mikulásos készletet. Nem véletlenül ma mutatkozik be ez a készlet, már ugyan régóta megérkezett, hogyha láttátok annak az unboxing videóját, de direkt tartogattam erre az időpontra, úgyhogy a mai adásban a Mikulás szárnyával fogunk megismerkedni, amit a LEGO Store Budapest és a LEGO Magyarország biztosított számomra. Tudjátok, a véleményemet ez nem fogja befolyásolni. A dobozunkon találkozunk, hát már a jól ismert feliratokkal, bár ugye ez nem olyan stílusú készlet, amilyen sűrűn be szoktam mutatni, ugye ez egy teljesen másik termékcsalád, ezért látjátok is itt az oldalán látható ez a kis zöld motívum, ott van a LEGO logónk, 9 pluszos, 40-499-es, és megnéztem nektek, 343 darabról van szó, és hát igazából látható ez a kis téli tájkép, itt van 4 rénszarvas és a Mikulás szárnya. Azután a másik oldalon találkozunk, hát játékfunkciókat, nevezzük játékfunkciókat, de igazából különböző szemszögekből mutatja be, és még azt is, hogy különböző rejtek, helyek vannak ezen a bizonyos szálon. Bontsuk is ki! Így egyesével be van csomagolva az összes rémszarvas. Összesen 4 darab számozott zacskóval találkozunk, a rémszarvasok egyesével becsomagolva, van hát egy közepes méretű matrica évünk, amire még egy Santa feliratú rendszámunk is van, és hát itt van az összerakás útmutató, ami természetesen össze van gyűrődve, mint általában az ilyen kisebb készleteknél. Összesen, mindjárt mondom is nektek, 74 oldalas, és hát semmilyen háttér információval nem találkozunk. Gyorsan összeépítem, utána pedig meg is nézzük, hogy hogyan is néz ki ez a Mikulás szárnya, és hogy milyen meglepetéseket rejt. Nos, tehát ahogy látjátok, a kis Mikulás szárnya már el is készült, és hát igazából egy darab minifigurával találkozunk ebben a készletben, mégpedig Mikulással személyesen. Viszont itt nagyon oda kell figyelni, ez a Mikulás figura nem teljesen ugyanúgy néz ki, mint a néhány hónappal ezelőtt bemutatott karácsonyi készletben szereplő. Egyébként nézzétek meg, hogyha esetleg még nem láttátok. Itt egy teljesen egyedi arccal találkozunk Mikulásunknál, viszont hát a szakállától és a sapkájától nem sok minden látszik, viszont hogyha leveszem, akkor egész szépen látjátok, hogy azért nem teljesen ugyanaz a kettő darab minifigura, egy kicsit a torzója is más, na most ez szemből nem igazán vehető észre, viszont hogyha megfordítom a figurát, akkor láthatjátok is rajta, hogy a hátuljára, vagyis hát oda a hátsó övéhez el van rejtve még egy extra nyalóka is, és hát természetesen neki a kezében található egy extra kiegészítő is, mégpedig a jóknak a listája van rajta, gondolom ő hozzájuk viszi ezt a rengeteg sok ajándékot. És ha már az ajándékokról volt szó, akkor természetesen azok sem hiányozhatnak. Eleve azt látjátok, hogy a szánunkba, a hátsó részen, a csomagtartóba szinte púpozottan tele van rakva, és ez tényleg nagyon jól oldotta meg a LEGO, hogy nem csak ilyen tessék-lássék megoldások vannak, hanem itt ténylegesen ajándékokat kapunk, hiszen ahogy itt is látjátok, különböző ajándékcsomagokat kellett összeépíteni, de ezen kívül azért találunk egyben fröccsöntött alkatrészeket is, hiszen itt van egy plüsmackó, van egy gitár, és még egy kis Schieffer szerelés is található. Na most hol van a PlayStation 5? Vagy az Xbox One. Ez a Mikulás eléggé régi módi vágású, azért a mai gyerekeknek nem biztos, hogy ez az álmuk. A számunkat természetesen rénszarvasok húzzák, jelen esetben összesen 4 darabot kapunk, ami hát jóval kevesebb, mint ugye az általunk megszokott, hát ilyen mikulásos filmekben látott verzióktól. Viszont itt van erre egy nagyon jó megoldás, hiszen már neten is láttam több oldalon is, amikor összekombináltak kettő ilyen készletet, és akkor ténylegesen egy sokkal nagyobb szánt és sokkal több
rénszarvas lehet egymás elé fogni, de igazából ezzel a kis szettel sincsen semmi probléma, hiszen ahogy látjátok, a rénszarvasok nagyon jól néznek ki, bár ugye ezzel már találkoztunk tavaly is, úgyhogy nem egyedi alkatrészek ezek a szarvasok, viszont nagyon jó kiegészítők vannak rajta. Eleve az egy nagyon jó megoldás, hogy egymás mellé van rakva mind a négy darab, van egy kis matricázott kiegészítő a hátukon, viszont hogyha ti olyan pozícióba szeretnétek őket beállítani, hogy éppen nem a szánt húzzák, hanem éppen pihenő állásban vannak, akkor simán ezeket ki lehet cserélni ezekre a barna alkatrészekre, ezek fontosan olyan színűek, mint a rénszarvasok, ezeket berakjátok oda a középső részükre, vagy a hátukhoz, és azzal már is sokkal jobban pihenő pozícióban vannak. És hát végül, de nem utolsó sorban el is érkezzünk a szánunkhoz, ami tényleg eszméletlenül lett megdizájnolva. Eleve az, hogy nagyon jó részletek vannak rajta, mert oké, hogy egy piros szánról van szó, de azért látjátok, hogy itt az oldalán is ezek az arany kiegészítők mennyire jól néznek ki, és ezen kívül még matricázott kiegészítőkkel is találkozunk, hiszen itt egyből az orránál egy SC feliratot kapunk, na most ez nem South Carolina-t akar jelenteni, hanem Santa Claus-t. Szóval az ő monogramjával találkozunk itt az elején, ezen kívül még találkozunk még matricázott kiegészítővel, eleve van Mikulásunk meg egy GPS-e, ő sem tudhatja pontosan, hogy mindig merre járhat, ezért látjátok, hogy egy ilyen földgömbszerű GPS kijelzőt kapunk ide a szánunknak az elejébe, és ugye eljövünk a szánunk hátsó részéhez, eleve ott is találunk ilyen arany kiegészítőket, de ezek itt matricával vannak megoldva, és kapunk egy rendszámot is Santa felirattal, amiket félig betűvel és félig számokkal oldott meg a Lego, de ezen kívül még belepakoltak játékfunkciókat is, vagy legalábbis mozgatható alkatrészeket, úgyhogy ismét egy tök jó megoldás Legoéktól, hogy kicsi készlet, de azért mégis bele sikerült csempészni néhány meglepetést is. Először is a legnagyobb meglepetés az, hogy itt hátul van egy ilyen kis extra kis kihúzható rész, ahova a rénszarvasaink, gondolom a rénszarvasaink eledelét rejti el, hiszen itt van egy répa és egy pereszt, most a pereccel nem tudom mit kezdenek a rénszarvasok, az lehet, hogy Mikulásnak van félretéve, de a répa szerintem egyértelműen utalás arra, hogy a rénszarvasoknak egy kis üzemanyag, és természetesen itt van a csomagtartó rész is, amit ahogy látjátok tele tudunk tömni mindenféle ajándékkal. Összességében, srácok, ez a karácsonyi készlet valami végtelenül cukira sikerült, határozottan tetszik ez a hátsó csomagtartó rész, hogy így tele lehet pakolni mindenféle ajándékkal. A Mikulásunk nagyon jól sikerült, pláne ezért, hogy nem pontosan ugyanúgy néz ki, mint ami már idén is kijött, és hát a rénszarvasok is egész jól néznek ki, bár azt azért negatívunként föl lehet írni, hogy azért hárommal több rénszarvas azért jobban nézett volna ki ebben a készletben is, de ahogy már az előbb is mondtam nektek, hogy ha két ilyen készletet összekombináltok, akkor azért egy jóval nagyobb szettet tudtok összehozni belőle, és pontosan ezen a gondolatmeneten menve tovább, eszembe jutott, hogy mi lenne, ha Lego egyszer kiadna egy Creator Expertös méretarányú ilyen rénszarvas szános cuccot, csak gondoljatok bele, hogy mennyire jól néznek ki egy végletekig kidolgozott Mikulás szánya, na most hát itt a gond a méretarány lenne a szarvasok miatt, azt nagy valószínűséggel Lego kockákból kellene összeépíteni, ami nem biztos, hogy egy jó megoldás lenne, hiszen nem néz neki annyira jól, mint ez az egybe fröccsöntött verzió. Én azért elég kíváncsi lennék arra, hogy hogyan is néz neki abban a nagyobb méretarányban. Nos srácok, hát ez volt a 4499-es Mikulás szánya bemutatója. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok a lájkokat, ne felejtsétek el róla. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves tegyétek meg, hiszen ezzel nagyon sokat tudtok segíteni a csatornán. És a Lego Store Budapestnek és a Lego Magyarországnak szeretném megköszönni még egyszer ezt a készletet. Nélkülük ez a karácsonyi csoda nem került volna ide. Addig is srácok, jók legyetek, találkozunk a következő adásban, ami lehet, hogy hamarabb lesz, mint gondolnátok. Szevasztok! We'll be right back.